A pályázati összeghez a község még 100 000 dinárt biztosított, így a magyar kanizsai mellett az oromi és a horgosi egészségház is kaphatott csirátanító berendezést. Ez a három gép valójában arra való, hogy sterilizálja a kisebb eszközeinket, tehát ollókat, pincettákat, illetve ugye a kötszereket, gézeket, tamponokat, magas hőfokon, nedves páratartalommal sterilizál, és ez a legújabb standard, és ennek kell, hogy megfeleljenek ezek a gépek. A falvakban ez ideig megvásárolták az orvosi beavatkozáshoz szükséges már előre sterilizált eszközöket. Az elmúlt 3 évben jelentős felújítási beruházások történtek a Kispiaci és a Horgosi Egészségházban. Az illetékesek elmondása szerint a felújítási beruházások az idén tovább folytatódnak a község többi egészségházában is. Amikor hiányoztak az eszközök, akkor az önkormányzat több millió dinárral szállt be, hogy ezt a felújítást el tudják végezni. Jelen pillanat Boromhegyesen lesz majd egy felújítás energiatakarékosság szempontjából, hogy csökkentsük az Boromhegyesi ambulanta fűtés számláit. Neboj Sarákics, Magyar Kanizsa község alpolgármestere hozzátette, az önkormányzat továbbra is támogatja a mentőszolgálati egységet, valamint a többi felújítási munkálatokat is.